Tisza István nagy formátumú és korszakos jelentőségű államférfi volt. Könnyű ezeket a jelzőket kimondani, de a Debrecen Egyetem polgáraként bizonyítottnak látom őket. Nézzük csak meg a főépületet, amely a város egyik emblematikus középülete. Tisza István felismerte a kiművelt emberfők jelentőségét, azt, hogy a keleti végeken is ki kell alakítani a tudomány fellegvárát. Az egyetem 1921 és 45 között a nevét viselte, a történelem során sok változáson ment át. Szétdarabolódott, majd egyesült, de mindig debreceni egyetem maradt. Az, aminek a Vasgróf szánta. A mártír miniszterelnök túlélt 3 merényletet, ezek az események azonban csak fokozták az elszántságát és kitartását az elvei mellett. A 4. merénylet végzetes volt. Tisza István életét áldozta meggyőződéséért és hazájáért. Olyan példaképű, aki mutatja az utat. Azt, hogy a helyünkön következetesen meg kell tenni mindent az egyetemünkért, a városért és Magyarországért. Óriási megtiszteltetés számra, hogy mint katona itt állhatok önök előtt, és rövid beszédben megemlékezhetek Tisza Istvánról, aki én azt gondolom, hogy bármilyen internetes forrásból vagy egyéb forrásból olvasnak róla, abban megegyezhetünk, hogy a 20. század elejének legmeghatározóbb politikusa volt. Én mégsem, mint politikus szeretnék emlékezni rá, hanem mint katonára, hiszen Debrecenhez nem csak az egyetem miatt kötődik, hanem van egy másik érdekes szelete a kötődésnek. Az a körülbelül 2 esztendő, amelyet a második huszárezrednél töltött. Először, mint önkéntes, évtizedekkel később, közel 30 évvel később, pedig, mint a második huszárezred parancsnoka, frontszolgálatot vállalt. A fiatal tiszt azért került ehhez a csapattesthez, hiszen geszti származása miatt a hadkiegészítő szempontból a civis városhoz tartozott geszt. 30 év telt el az önkéntessége óta, amikor újra kapcsolatba került a debreceni huszárokkal, 1917-ben. Annak ellenére, hogy politikai pályafutását, mint miniszterelnök befejezte, nem vonult haza birtokára, hanem mint az ezred parancsnoka, frontszolgálatot vállalt. Az ezredhez történt bevonulásának már az első napjában érzékelte az őt körülvevő, nem éppen barátságos légkört, és először közvetlen magatartással próbálta oldani a hangulatot. Kezdettől fogva arra törekedett, hogy közvetlen hangot üssön meg mind a tisztikarral, mind pedig az állománnyal, természetesen a szolgálati szabályzat keretein belül, a legénységgel is. Hogy jobban megismerjék egymást, megismertessék magukat tisztársaival, minden nap meghívott saját asztalához néhány fiatal hadnagyot. Ezáltal igyekezett minél személyesebb kapcsolatot kialakítani a parancsnoki állománnyal. Maga Tisza István is igen hasznosnak és tartalmasnak érezte a frontszolgálatát, hiszen egyrészt személyesen megtapasztalhatta így a harctér veszélyeit, másrészt pedig ő legalábbis így gondolta, és ebben sok igazság van, itt ismerette meg igazán az egyszerű paraszti származású legénység valódi arcát. Erről későbbiekben így írt József főhercegnek az egyik levelében: most ismerhettem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülön fajtája, melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nevéhez a történelmi szempontból 2 jelentős esemény kapcsolódik, mint az osztrák-magyar monarchia belépés az első világháborúba, amit egyébként kezdetektől fogva ellenzett, illetve az ellene elkövetett gyilkosság 1918. október 31-én 101 esztendeje. Az újkori magyar történelem során nagyon sok miniszterelnök végezte erőszakos halállal, merénylet áldozata azonban kormányfőink közül egyedül Gróf Tisza István lett. Élete 101 évivel ezelőtt ért tragikus véget, amikor a Hermina úti Rohem villában meggyilkolták. A merénylet nem volt nyilván előzmény nélkül, mert ez a 4. merénylet volt. Erélyes és nyílt fellépésével, bátorságával, következetességével szükségképpen magára irányította az ellenzéki gyűlölet soltüzét. Sosem volt rá jellemző az elkeseredés, a lelki elgyengülés határozottságával számos ellenséget szerzett. Még gyilkosai előtt utolsó mondatában is egyenességét és bátorságát tükrözte az a mondata: ennek így kellett történnie. Személye és halála sokakat foglalkoztat,
Imponáló az az emberi tartás, az erkölcsi szilárdság, az álhatatosság, amellyel szolgált. Református volt, gróf és magyar.